Sziasztok, Márton vagyok, és hát ahogy láthatjátok, a GTA 4 Lost and Dent helyett Pokerstorm Zero-zni fogok az Aaronnal. Sziasztok. És most hogyan fogalmazok, egy vicces sztori. Én csináltam egy ilyen mini végjátszást már ebből a játékból, csak nem töltöttem fel az első kettő játéknak az eredeti verziójában, mert ez a remaster, a Neighbors Back from Hell, és légy annyi, hogy miután ezt megcsináltam az Aaronnal, akkor azt is el fogom majd tölteni. Szóval igazán mit kell mondani a remasterről? Szebb animációk, nagyobb felbontás, egy-két új csapda meg játékmeneti rész, viszont az animációk időnként bugosak lesznek a prankeknél, és úgy körülbelül ennyi. Szóval többet nem is mondok, azért felfelejtsenek a pályákat, szóval most át is adom akkor a fülhallgató vagy a felhallgatót az Aaronnak. Na jó van, oké, készen állsz? Persze. Na jó van, oké, akkor itt az egér. Akkor nem tudom, játék indítása. Jó, hallottam. És akkor húzd le az eger legalulra. És hú, de furcsa. Az első tréfa. Kicsit furcsa lesz, ja. Így. Nem tudom, mennyien hallatok, srácok, de a lényeg, amit el tudom mondani azt, hogy ebben a játékban nincsenek tutoriálok. Tehát minden fejből kell csinálnunk. Van oktató játékmód úgy, ahogyan, de nem az a tutorial, ami az eredeti verzióban volt. Tehát az, hogy a házfelépítés autó van, olyan nincsen. És ha kicsi a kép ára, vagy túl nagy, akkor ott van a sarokban az a kinagyítós gomb, azt nyom meg, és szerintem egy jobb lesz a játék. Hát nem tudom. Így talán egy fokkal jobb. Igen, meg hogy megnyomod a C betűt, akkor mutatja a játék, hogy mit csinál éppen a szomszéd. Szóval, hogyha megcsináltam minden pranket, akkor csak le kell követni, hogy mit mivel. És így vannak ilyen mini játékok ebben a remasterben. Három ragasztót ki kell raknod, mert tudod, az kell, hogy előved. És rengeteg példa. Ez furcsa. Ennyi idő után, ugye? Ja. Aj. Várj, mennyi csint kell megcsinálnom? Négyet kell, és tudod... Egy. Hú, már felejtettem azóta. Ja. Lehet, hogy itt szerencsétlenkedni fogok, de... Hát figyelj, mikor csináltam azokra a felvételeket a pokoli szomszédokból, az eredeti verzióból, ott én összeszokottam. Főleg a második résszel. Ja, már tudom, mit kell csinálni. Igen. És akkor, ja, megvan a négy gondom. 1, 2, 3, 4, ja. Igen. Oké, szóval Rottweiler ott éppen nézi a többieket, vagy nézi az Olgát, mert az Xbox-os verzió van, szóval az Olgát bámulja, mert hogy ilyen, azok a hangeffektek hallhatók az egész első pályában. Mert az Xbox-os verzióban több része van, több prank, meg animáció. Ami fura, mert a PC-en meg azt a játék össze, meg átrakták Xbox-on, mind a kettő játék benne volt. Á, nem, inkább lejövök. Szerintem van időd a kedvecsen, de már mindig. Jó, figyelj. Nagyon végig játszottam vele. Jó. Mert még azt kell mondani erről... Ja, mondd. Mondjad, majd befejezem. Na. Erről a remaster még azt kell tudni, hogy nagyon konzolosan fejlesztett, tehát utána kényelmesebb is a Woody-t irányítani. Mert úgy nem fog ilyen nagy köröket tenni az ajtók között, hanem úgy mozogjon a kontrollerrel lehet csinálni a mozgást. Ennyi. Szerintem mehetsz fel. Azt akarom. Ja, jó. Ajaj, el fogja szerintem olvasni a szöveget. Ja, el fogja, igen, mert ha csinál egy animációt és animációt... Ja, nem egyből. Nem egyből, igen, itt ilyen sokkal szájbarágosabbak csinál az eredeti verzióban. És ez kicsit idegesítő időnként. Plusz, amikor játék kijött 2020-ban, akkor hiányozott egy, azt hiszem, három pálya, például a malacos pálya. Mint itt az animáció is, igen, amit mondtál. Igen, hát itt még az animáció ugye helyén van. De majd amikor így... De itt is látható. Az animáció az úgy szép, igen. Csak amikor lesz bugok, azok leszem, hogy furák. Tehát... Jó. És igen. Meg láthatjátok az egész játéknak a rage rendszere, vagy az interfészre, sokkal hasonlít a kettőre, vagy az Xbox-os verzió, mert itt semmi nem megy időre, és... Semmi nem megy időre, meg semmi nem megy pontosságra, tehát itt csak annyit csinálnak a prankeket egymás után, amilyen hamar meg lehet. Csak ugye az utolsó trükk. Igazából úgyis csak a fönti élményeket szizélja, számolja. Jó, rendben.
Na jó, akkor ez így megvolt. És igen, látod, hogy itt teljesen más a lezárás, tehát nem egy tévé van, az egy, nem egy tévé mutatnak, hogy hogy sikerült dolgozni, hanem úgy, hogy az Xbox-os verzióban, ott van Woody, ahogyan így rád néz, hogy nézd, miért értél el, milyen pontod van. Na mindegy, szóval érdekes lesz, oké, vasárnapi tévé nap. Nem foglalkozunk a sztorival, meg a feliratokkal igazából, így végül rohanni a játékon, mert a remasterben ott van a... Mind a kettő játék egyben. Na mindegy, ez így fasza lesz. Oké. Várjunk csak a WC-re, visszarohannahatok. Ide még nem fog lejönni. És akkor a vashajtót beletetted a sörbe. Ja, majd bele kell tenni. Meg amúgy igen, a WC se nincs ki. Úgy, mint az eredeti verzióban, tehát az Xbox-os verzióban nézett ki a modell, vagy a modell sprite. Na jó, megpróbálok így speedrunolni, sietni. Sikerül. Nem, az később, majd amikor visszafele jön, mert úgy van, hogy elmegy a WC-re, aztán utána lesz az, hogy... Fölmész. Van csak, nem, tehát az a beszédi, aztán felmegyek, igen. De szerintem ott fog lejönni, nem? Nem fog lejönni. Ott a WC. Igen, meg azt mondom, hogy itt fog visszafele is jönni. Igen, jött a baj. És akkor most van az, hogy ide megyek szépen, és akkor ezt is szétcseszem. Hagyom vágom, közben pedig végzi a dolgát. Még van időd? Persze, mindenre van időm. Mondom, még elvégzi a dolgát is, meg jön egy ilyen extra animáció is talán. Jó. Így né. És akkor azt hiszem, most itt totál kész vagyok. Hogy várom kell arra, hogy bemenjen és elvégezze a körülnézést, vagy ahogy visszarakja mindent a helyére. Így né, le van tudva. Jó, azt pakold el. Menj tovább, és akkor megnézi a mikrót, hogy milyen jó állapotban van-e. És én fogom azt lesz hallható, hogy a szomszéd így sipol egyet mérgében. Mert azt a kettő meg az volt a cél, hogy ez a kürt megszólaljon. És akkor utána ki is lehetett hagyni a pályát. Lényegében megadni azt a gombot, hogy hú, sikerült minden. Ha most nem fel, hogy vannak a koncepciós azok a szomszédról, meg a kutyáról. Eredetiben aztán nem volt így ez. Meg azt mondja, hogy ezt a is a Joe Wood fejlesztette, mármint ezt a remastert, valami független csapat. És akkor azt hiszem Woodit megkapjuk újra, és akkor majd ő így örül egyet magának. Akkor vissza is adom. Oké. Na jó, akkor tessék. Na. Jó, de át tudod ugratni amúgy. Jó van. Na, Woody, gyere. És akkor megpróbálok nem segíteni, hanem mindent áthagyni. Hagyjad. Oké. Ez még mondjuk megvan. Ja, nem, ezt már néztem. Még van valami ott a fürdőszobában. Mi? Ja, ez. Igen, más helyen van a szap. Ezt el is felejtettem. Szóval vannak ilyen átdolgozások. Nem tudom, Áron, nekem melyik volt a pályam, de legtöbben szerettél? Legkevésbé. Várj, az első vagy a második? Az elsőből most jelenleg. Hú. Amikor fönt megnyílott a két szoba, és ugye a halat...
szerintem azt érzékelte. A halat, igen. Mi, amikor a halnak kell beadni a... nem is tudom már mit. Dopinszert? Igen, na, én ott annyit baszakodtam annó végén, hogy, hogy az nekem csúnya nyomot hagyott. Tudom, hogy ez a tornászós, az igen, eléggé szopató. Mennyi. Amit én nagyon gyűltem csinálni, az a gázpalackos volt, vagy nem gázpalackos, amikor tudod, a radiátorra hülyeskedik, meg a vízzel. Az máshova kell, van egy különböző. Ja, tud, jó van. Mert mi van valami ott a... Tudom. Ja, bocs. Most lesz fáj időm igazából. Csak mert az állam néztünk ilyen 2-3 hete egy videót arról, hogy hogyan van a játékban összes prank. Volt egy youtuber, aki érzik. Az első részből persze. A másodikból is. A másodikból nem. Csak az elsőből kezdtük-e ugye. Oké. Okay. Ja, várja. Így. Így né. Csak azt hiszem, lassan visszamegy. Ja, az a nagy papucsáó. Hát amúgy tényleg, ez a tűz papucs, ami ilyen téglapapucs, amit így fentről hallasz az emeleten. Egy emeletről. Ez nagyon sokszor el lett sütve, hogy így nem. Csak az, hogy mindig az a reakció, meg az animáció. Jó, amikor meglátja. Nem, amikor így össze-vissza ordibál meg, ugrált, ez olyan dolog, amit így nem tudok megunni. Az Xbox-os verzió ott volt a fura, az animáció változó, mindig volt ilyen pörgés gif, hogy így bórával is össze pörög, meg ilyen hangeffekt is van rá. És jó, ennyi igazából. Jó, akkor visszaadlak. Aksa. Egy nap oda is el fogunk jutni. Hova? Oda az utolsó részekre, vagyis a második játékból. Basz kívánom, nem tudom mit akarok. Várj, ez... Nem ez jön. De. Nem, ez jön itt, mert így megy, ilyen kacskaringósan. Én sem szeretem ezt a sorrendet. Az előttben jobb volt ez a tévést megoldás. Tényleg annyiban, hogy esünk túl az egész remasteren. Meg a fürdőkádasnál is vannak hülyeségek. Na, a prankek sorrendjével. Jó, csak le fog jönni hamarosan, hogy azért van. Nem, még megeszi, meg felrázza azt a szart, a tejszínhabot. Várjál, még ott... Azok nem felszínzó prankek. Még jó ide erre része nem ugrik be. Ja nem, a világföld az más. Jó. Mondjuk az feltűnt, hogy itt nincs... Hogy van ez a ház itt? Jó, látom. Tehát, hogy azon a részen itt nincs semmi. Tehát kell dolgozni ott a fa. Nem az olyan fa, hogy olyan félbében, mert 5 éves rajzolta össze. Tudnál odalakni mindent? Igen. Igen, az ez. Tojás ül a befelé. Szappant is még tedd le időlassításként. Csinálom. Lesz időd. Nem fogok lefutni viszont. Hát még semmi nem történt. Told már a segged. Jó van. De hülye vagy. Az ám. Na, jó van. Pillanatragasztó? Az meg lesz oldva. Oké. Okay. Hol még a falat? A nagyi az várható, a muci. Ne tudod. Hát mondtad, hogy időlasítás. Oké. Okay, nem tudom, mert mindegy kattint család. Szarok bele. Oké. Okay. Így né? Ja, és akkor már csak a fields. És igazán mindjárt showtime. It's showtime! Oké. Okay. A fürdőkádas lesz majd neked vicces. Igen. Hát most ha gondolkod, hogy lesz tehát. Ne, hagyjad, majd meglátom, Jó, nem mindegy, jó. Meg az, hogy erdiverzióban eléggé hamar lenyugodott a karakter. Itt viszont Rottweilernek nagyobb. Mi az, kicsit több idő kell, hogy lenyugodjon. Na, edd meg aztán jó éjszakát. De meg se történt a prank, de már ideges lett. Meg feltűnt az, hogy a Lottweilernek a másik részbeli modellje van ott len. Na, mit mondtál a házba amúgy?
Hát az, hogy... hogy látod, hogy van megépítve itt? Ja, tehát igen. Ilyen tök üres, ott pedig így... Nem hát tudom. Hát mondjuk egy teraszt lehetne oda. Ja, vagy nem az, hanem hogy ez a kocka, ez csak így itt van. Tehát így nincsen egy szint az egész egységben. Jó van, hát most ezért ne... Csak így fel... Ez gyerekként is zavart. Na nézzük, igen. Még az viszont tetszik, hogy ilyen kidolgozott az egész háttér. Tehát eddigben csak eddig láttál a falig. Meg az, hogy ez a játék így ebben a nagy felületes van. Jaj, ne! Jaj, kérkén is mennyit nevettünk mi ezen? Igen, mondjuk ezért mi meg tud nevettetni. Szóval azt akartam mondani, hogy ez a nagyobb felmondás, ez tényleg jól néz ki a játékhoz, tehát ez a játék nem ronda, csak nagyon stílusos, ennyi. Várja. És akkor tiéd lesz a bosszú és egy... A zongorista. Na, hagyjál már engem békén ez. Na, jó van. Na, kezdődjön, igen, nagymamák a tatyója, remélem van benne üveggolyó. Hát abban lesz golyó, az biztos. Tudom, várj kicsit. Mini játék. Jó, várj. Ez nincs olyan kérdés, amikor pont időz vagy kötve. És mit kell kitennem? Teke golyót. Nem súgjál már, léci. Hadd legyen meg a jó kis élményem. Jó, kérem a tekét. Jaj, ne a focilabda! Mi lesz itt? A WC most nem fog lejönni, ha jól tudom. Szerintem siessél. Ez nekem végem van. És pont nem. Fürdőbe úgyse fog szerintem addig lejönni. Jó, hogy van. Nekem tetszik az a telefonszámot. Mi ez? Nem telefonszám. Hol? A mikro mellett. Oda kell elmenned, hogy aktiáld a telefont. Ebbe a verzióban... Komolyan? Aha, ebben a verzióban nem az van, mint az eredeti. Ja, hogy külön elmész, és akkor rányomsz a telefonikon. Igen, valami hasonló volt az Xboxos verzióban is. Tehát ez tényleg konzolokra készül, mint mondjuk a Bioshock Remaster is. Ja, akkor itt semmi nincs. Ja. Ez már szokásos. Mi történt? Hát a Woody ja, nem csak az... Mondtam szájbarágos. Mi? Nem fog erre jönni? Azt mondja. Hát már te is de, látod. Még is föl kell menni a mikróhoz, nem? Aha. Te telefonját is föl kell mennem, akkor hadd életbe. Hát majd, hogyha kimegy a gyerekekhez, akkor majd te oda belátogatsz. Még látható, hogy a szomszéd sokkal később nyitja ki az ajtót. Nem ez az... mindegy, jó. Hát igen. Nem, nekem most megvan a sorrendem. Még ha kicsit lassabb is, meg kicsit untatottabb, de... Menjél már, te dagadt pacni. Most nem is tudom, hogy hova fog menni. Amúgy feltűnt, hogy a Woodynak az arca ott fel nem is mozog amúgy. Hát most hova fog menni? Le fog menni a Suzyért. Mennyi már vonszott azt a dagadt seggedet. Miért nem, figyelj, nyugodtan indulsz korábban is. Mire elér az ajtó? Jó, én meg mondtam, én lassabban csinálom, kész. Lesz időm elve. Igen, lesz. Aha. Ja, és várj, hogy mire kell kattintanom? Aha, arra. Vagy miután... Sem tudom, el fog menni. Na. Hívjad. Úgy is ijessé, mert baj lesz. És igaz... Sem tudom. Hát elve vagy arra. Jobbra ment. Mennyi Woody, mennyi tipli van? Mi lesz a filccel? Mindjárt. Ja, jó. Azért tettem be egy kis időlassítást. Uh-huh. Jó. Mi? Nem, még ott fenn, tudod, a zongorát is át kell írnod. Biztos? Igen, át kell, azért, a filc azért végtelen. Ja, aj. Mennyi, Woody, mennyi. Olyan lassan, hogy a lottverő, hogy félre az ajtós
Látod? Ja igen, az eredetibe ugye ilyen 2-3 másodperc volt, mi le, izé kinyitotta. Hát animációval együtt volt 2-3 másodperc. Igen. Itt pedig legalább több annál 5-6. Szuzi az nagyon bűbájosan néz ki. Igen. Csodálatos. Na jó, van, nézzük. De hol az animáció, hogy... Ugra. Nem öltötte könnyen, nem az, hogy fúj, csak egyszer rohant. Na jó van, szeveld meg Suzit, aztán jó éjszakát. Vagy nem is tudom, hogy ebből melyik volt. Ja, de az első az a kedvencem, tudod, amikor fogja a puskát. Igen. Jaj. Aztán a saját magára húzza rá. Oh, Isten. Igen, tudom, melyikről beszélsz. Igen. Jó, az a legendás. Nálam most nem tudom, hogy ebből melyik a kedvenc prankem. Hmm. Nem tudom, hát azok a prankek szerintem, hogy csak így semmi nem történik, csak szóval elkezd magától mérgelődni valamit. Te például amikor a vasalót rádöntöd a ruhára, aztán akkor... Ja, kiégeti. Igen, így nagyon mélyes. Ja, át is adom. Aztán odafordítja a kamera felé a ruhát, és így mérgelősen mondja, hogy meg lett égetve egy kicsit. Na jó, akkor itt van a legnehezebb ebből a fejezetből. Idézőjelbe. Igen, de... Mondjad. Biztos, hogy ennyi pálya volt ebben a fejezetben, tehát... Több volt ugye az elsőben. Most milyenek voltak? Ott volt a kutyás. Nem, úgy értem első, hogy az első fejezet, első évadban. Nem, ezek voltak, ez nem vagy. Lehet a tutoriálok, akkor beleszámolom azt a három pályát. Lehet. Az úgy mindig bekavar. Engem is. Csak fura, hogy itt hiányzik. Na, mennyi? Na jobb itt csak ki. Ja, hát igen, vagy ja, hátra zoomolok. Meg az, hogy... Na, eltűnt, ott a könyvespolc. Hát, igen, meg az, viszont itt a... Nem, könyvespolc nem volt, azt hiszem, az erdi verzióban. Ott volt egy külön asztal, ami igen. Rajta volt az újság. Meg az, hogy itt is itt lent van most a fiók, nem pedig fent. Jó. Jó, az újítások jó, mert így könnyebb, mert régen csak így két helyre ment egyszerre. A kettő dorzsát egyszerre. Na. Mehetsz még oda is, ha gondolod. Ott nincs semmi. Apránk. Nem akarom lerakni még, mert... Ja, gondolod? Fel kell szednem az üveget, és... Ja, az itt van. Szóval fel kell szednem az üveget, aztán az bele kell öntenem abba. Kádrid, igen, de amikor meg van engedve. Igen. Még ott a tojás is, ott a többi. Itt igazából is tudsz mindent végig. Jaj, nem. Mondom, úgy szóltam, hogy minden dolgot összegyűjtök. És utána te is. Aha. Kivalljád, hogy mikor. Na, most tudsz nem enni. 3, 2... Sprint? És ennek erre van egy ilyen hardcore módja, ami arról szól, hogy a szomszéd egy sorozatgyilkos. Mi baj? És ami okkult is, hogy Csaba vezető megkért arra, hogy prankeld meg, hogy a barátnőre visszakap vagy mi. Ja. Nem akarom ezeket lerakni, de... De mennyi? Mi? Igazából leszarom itt, ezek úgy sem menne 100%-ra meg pontok, vagy pontokra, itt csak arra, hogy csinál meg a prankeket és ennyi. Csaba majd vissza fog ide jönni, mert tudod, az a kapszor be fog venni, az nem fog a gyomlának jót esni. Füldővizes, igen. Várj, mit akarok én veled? Összeragasztani az autós újságot, az a Top Gear magazint, és... Mehet a többi. Tudom, mi a baj? Ugye én itt ezt kurvára kihagytam itt lent. A fekete? Ja. Jaj. Kezdjem előről, vagy inkább menjek előre? Menj előre. Előfordul. Hát minden annyira hosszabb lesz akkor a prank. Várj, mit a... Hát akkor másik fűtés lesz kínos, nem pedig egyszerre mindet. Jó. Jó, akkor egy picit így várunk. Oké.
Meg az, hogy azért nem akarom inkább előkezdeni a pályákat, mert hogy fogalmazzak már, tehát... Most tudtál volna menni. Jelen, ne. Hát nem engedte meg. Nem azt nem engedte volna meg, hanem az, hogy ezt a pranket így megcsinálja, aztán utána a másikat beveszi, és akkor lerohan egyből a WC-re. És akkor nem tudom visszaérni, annyi, hogy agyon verne, mert... Ebben lehet, van ilyen életrendszer, és én megpróbálom halál nélkül megcsinálni a játék, vagy verekedés nélkül. De nem is kezelő pályad a verést, azt nem tűröm el. Szóval ez a hardcore mód, amíg arról szól, hogy a szomszéd fog megállás nélkül rohangál, bizonyos ajtókat nem is lehet kinyitni, vagy nincsenek a pályán, és mindent ilyen reflex gyorsasággal meg kell csinálni a pályán. Prankek nagyon ugyanazok, csak némileg kevesebb, amíg meg kell normálisan csinálni. És ha valamiért, hogyha egy állatot felébresztesz, akkor nem az animációval lecsesz és ott üvöltözik vele, hanem azt, hogy odarol és lehányja. Ugyanúgy a WC-be. Szerintem azért, mert hogy gyorsabb az animáció. És így hamarabb végez dolgát. Végül egy érdekes videó. Várj, mit csinál? Meg se engedte azt a rohadt vizet. Nem kell már megengednie, nem? Mert ez csak a boxot a törő között teszed, a másik az meg igazából izé. A törő között azt mondjuk, ja, azt lehet, hogy össze tudom szennyezni. Csak ezzel kell várnom. Biztos, hogy most. Aha, nem most. A kurva élet. Fel. Ah. Na mi legyen, kezdjem előről? Aha. Hát ez, akkor ez is egy hosszú videó lesz. Nem baj. Na jó, valamit akarok én csinálni, ezt itt felkapom. Csúcs, ne felejtsd a kádot. Nem azt fogom. Ezt elfelejtenéd megint. Azt nem akarom elkövetni. Tehát, emlékszem, hogy csináltam azt a másik videót is, amit a jövőbe fogok feltölteni, és ott beszélek arról, hogy ez a metrén, amit most csinálunk. Szóval, ott izé volt. Ott azt hiszem, ezt háromszor kezdtem előről. Ezt a pályát? Aha. De lesz majd rosszabb is. Tudom. Tudom, melyik lesz a legrosszabb, én már felkészültem rá. Igen, az utolsó. Igen. Na jó. Mindjárt. Rottweiler, rohanjá. Csodálat a hardcore módon ilyen orosz, és biztos vagy benne, hogy nem értenek egy lószat se a sztoriba, hogyha az számítana. Na jó, oké, leereszted a vizet. Jelen. Hogy nem a hang, ez folyamatosan loopolódik. Mindig előkezdődik. Ja, itt meg tudod csinálni most a pereneket. Igen, azt akarom. Oké, ez megy a vízbe. Cipőbox. Aha. Megy a törő közül. Igen. Cipőpaszta. Ezt lerakom. Van időt bőven. És akkor üvegbolyó, bolyókat. Várj, ezt nem tudom belerakni? Ezt megcsinálom. Mert olyan sok időm lesz így is. Így kellett volna amúgy. Oké, akkor jön ez. Viszont a fürdőkás helyetet majd nézzük. Az rohadt jó. Tehát egy ilyen jobb olyan a játékban. Igen. Csak ez az egyik legnehezebb szerintem az egész játékban. Vagy ne, és nem nehéz ez, nem olyan szami mondjuk, amikor csak majd... Csak hát a sohán, de tudod, hogy hogyan. Mind a takarítós... Miről beszélsz? Milyen takarító? Amikor a takarít össze-vissza a lakásban... Ja igen, mosogat, tehát azt is nagyon gyűlölöm. Vagy egész harmadik fejezetet gyűlölöm. Na, akkor mehet a maraton. És az utolsó pályáról megy a szaros poén, meg a szappanos poén. Jó, elég. A WC-t le fogja lakatolni, biztos. Ja. Na, essél. Kösz. Na, nézzük. Igen. És akkor figyeld... De ő hogy megvan ijedve. Hogy nézte magát. Mondjuk én nem ezt mondom, hogy kicsit szörösebb volt. Nem baj. Ez a point, ez az akkor is átjött. Ja, az biztos. Akkor jön a következő. Meg azt hiszem, hogy a Woody kicsit látszik ott a szekély mögben, mert egyben te most totálisan eltűnt. Nem baj, szomszéd úgyse veszi észre. Ja. Jó. Jaj, de jó. Na, utolsó. Csíny. Ez a játék is basszus, már mindjárt 20 éves lesz. Milyen 10 éves? 20 éves.
mint én. Igen, igen, tiszta röhely. Keveken az a vicc, hogy 20 éves. Hát nem tudom. Hát jó életed, nagy jó, kis eltévés, de akkor is születésem. Tiszta röhelyem úgy. Na mindegy. Már az nagy dolga, amikor már kire, hogy a fír lesz 20 éves. Na, hát azt mennyivel fogjuk emlegetni. Ja. Na. Jó, akkor ez így készen volt, oké. Jó, elvég most jön az utolsó poén. Ja. Még azt utáltam még, hogy az első részben, amikor az ágy az olyan színen szét volt menve, tudom, amikor a két helyiség megnyílt. Igen. Hogy egyszerűen tudtál oda bújni. És ugye ott volt azt hiszem az, hogy volt egy ilyen... Hogy volt ugye az egyik részben az, amikor nem tudtál bújni, és ugye mindig feljött. És ugye jó pár szót, ott elcsesztem én is, hogy... Így azt vettem először, hogy már ott van az ajtó, nem mondom, most már mindegy. Ja... Az viszont tényleg idegöllő. Mhm. Hát az a baj, hogy a következő pályát csinálják, az pont az, hogy már kinyílik a szoba. Hát jó, de ott még nem az, hogy az ágyban nem tudsz elbújni úgy van. De vége. Jó. Nincs vége. Még egy prank vissza van. Csóra. Hát tudod, a mikrót még nem látta. Autósúlysága, ha. Aha. Lehet, hogy... Mikor régi vezetőben játszottam, ott autónak néztem, mert annyira alacsony volt a felbontása. Jaj, itt nők vannak. Ez mondjuk nyilvánvaló, hogy ezt miért nézi. Mikróba már oda megy. De? Na, sokáig tartott szomszéd. Nem gondolod? Ugyanolyan ideges, mint valaha. Akkor át is adom. Ide. Köszönöm. Na és itt hogyan fog követ... Várjál. Várj kicsit. Igen. És akkor itt melyik is lesz? Ez azt hiszem. Igen, anyák napja. Várjál. A malac. Aaaaah. Igen. Nem is azt hiszem, ja ez volt az amelyiknél. Igen, a kevenc pranked ott volt. Na annál, hogyha én odáig eljutok, akkor mit kapok? És ez... Anyák napja, igen. Na azt hiszem most kezdődik tényleg a móka és a kacagás. Jöve, Budi. Na itt is az egy kedvenc spoiler. Majd meglátjátok, hogy miért mondom ezt. Igen. Várj, ez engem mindig zavar, ne haragudj. A tábla? Milyen tábla? Mindjárt egy kicsit, várj. Jó, okay. Ide úgyse fog lejönni, azt hiszem. Addig, amíg az úgy... Az egész alsó szint, az meg van védve. Ja. És itt az első állatunk. Ja, a papagáj. Ami hamarosan nem lesz hosszú életű. Hát jó. Ja nem, tudod miért van így az izé, szóval most, hogy látjuk a házon a kialakítását, várjál. Ugye itt le fog menni az alsó eset. Igen, de akkor miért nem raktak ide egy plusz falat, vagy ezt bővítették ki? Mondani. Ja? Rondán néz ki, pedig itt előtt tök rendben van, de ott nincs ja. Rendesen kihasználva. Inkább megyek ide, mert a papagájjal... A papagájt nem is... Én nem tudom semmit se csinálni még. Biztos? Nem, kell hozzá valami szerszám. Aha. Itt mi? Meg kell csúszni a banának. Úgy lehetem a szerszám, hogy a... Na, megvan a szerszám, amivel szét tudod cseszni a csavarkulcs. De ez kell nekem, érted? Igen. Jó, nem, én tényleg úgy sem, hogy, amit te, hogy összegyűjtök mindent. Mm-hmm. Jó? Le. Oké, oda át a túloldalra. És itt ugye majd ide fogunk elbújni. Ja. Mennyi csint kell csinálnom? 7-et. Menj fel akkor. Várj, és itt hogyan van az osor? Bal egér gomb először is. Még menj a bal egér gombbal. Aztán most szoba, menj a kattints a szobáról a fel. Jobb egér gomb, opa, azt ki, fuss. Na várj, ez nem jött össze. Vakut nem szeret fel? Várj, azt akarom. Ja. Pillanat. Az nem az. És aztán minden cuccod megvan itt a pályán, többi az már prank. Virágföld nem kell? Vagy az majd az, később? Az később. Most inkább bújj el. Tudom, várjál. Úgy kell, hogy a szoba. Nem is tudom, hogy hogy lenne az ideális. A banán bába le tudod rakni, szóval az független minden helytől. Na, akkor az osvonás majd mutasd meg, mert... Hogy mondd el. A jó gomb az osvonás amúgy, csak akkor azért, amikor a ja, amikor... szobában vagy, nem pedig amikor bemész az ajtón. Jó, bemegyek, és akkor egyből. Mert ugye úgy nyomtam, hogy a másik ajtóra. Ja. Jó.
Ja, várj, szét kell kenni a izét is, a... Mondok, minden, mert el akar esni, a banánt úgyis az van nálad. Mi? A földre a banánt? De... Jó, és te a pofi... Azt le kell mosni, igen, azzal a sárga tubusú dologgal. Na, szomszéd, gyere. És gondolom fel fogom enni. Igen, igen. Na, hát ez nem így gondoltam, na mindegy. Nem baj. Ja, még az öreg anyót is meg kell izélni. Hát tudom, fura, hogy itt nem így a hány pranket csináltál meg. Tehát azt kívül, hogy hányszor rage-elt ki, de azt nem, hogy hány prank van vissza mondjuk az adott számból. Jó, jó, már ott adok az érmék, bocsi. Fönt van. Megszoktam az LED interfészt. Na jó, hogy gyorsan menj le. Várj, és akkor jobb egér gomb? Várj. Jobb egér gomb az izé, a kis kocsi. Ott. Jobb egér gomb a kis kocsi. És akkor ott is. Ja, értem. Jó. A modat el kellett volna engedni. A picsába, kezdjük előről? Ah, igen. Oh, ez nagyon bocs. Jó lesz. Nem gondolom, legalább én is újra kezdem. Jó. Csak nem az a... két órás videót formázni. Arra már régen volt példa. Jó, akkor majd... Jó, majd meglátjuk, kész. Jó. Majd megint kezdhetem előhöl, Máton. Bocs, én is kifejletem, hogy ott van az óló a kezedben. Á, mindegy, nem baj. Ja, itt nincs semmi, igaz? Ja, nincs. Szerintem ott van. Mi? Itt nem volt de semmi. Ott volt az ablakmosó. Ja, tényleg. Meg az olló. Mhm, olló. Banán is kö, anélkül én sehová megyek. Amúgy ebben van egy telefonos verzió, amit meg tudsz venni. Telefonos ilyen, verzió? Én 1200 forintért vagy 2000 forintért, valami ilyesmi. Jó. Még ugyanez, és elvileg... Ja. Jaj. Nem mondjam, én a felső szobát kioffolom. Csak gyere, csak jöjjön le a szomszéd. Oké, lőd egy jó kis fotót magáról. Jézus. Kapcsolod be az engine-t aztán. Menj! Jó, várj. Tehát a konzolos verzióban, hogy ebbe konzol játszani a remastert, ott semmibe bekanyarodsz. De nem kell megválasztani, hogy minden megkerüljön. Lesz időm elve? Nem lesz. Ja, igazad van. De az összes csíny megvan, várja. Igen, most minden cucc megvan. 1, 2, 3, 4... Mi? Várja, akkor ez milyen kellenek? Én látom azt a kis széket. Ja, igen. De nem, még az öreganyót is ugye a kaját meg... Nem arról beszélek, hanem ott a másik szék a gépnél. Ja, akkor várja. Na mindegy, majd meglátjuk. Vagy inkább most... Mert a kis kocsira csak rá kell kattintanod, és ennyi azt magát meg. Jó, azt tudom, az meg is van amúgy. Oké, mehet. Ja! Oké. És akkor olló. Igen. Gyorsan, mi miatt lefesti ez a hülye a madarat. Kattints. Olló. Most megszoktam ugye, hogy egyből tudod. Igen, ez a baj, ez engem sem az. Más prank nincs, ja, meg ott nem tojás nincs most. Még a három prank ott lent az alsó szinten. Milyen három az alsó? 1, 2. Jó, azt tudom. Jó. Az megvan. Oké, megint dobott egy hátas. Na, mindjárt lemegyek gyorsan. Igen. Addig vagy így próbálom, hogy lássák is a nézők. Jaj. Menjél. Na, nézzük, mit hallgál szomszéd. Akkor a kerekes szék. Az csak önmagában. Simán azzal ne csinál semmit. Jobb ne csináld azzal egy ja. Se. Csak sima üres kézzel. Várj egy kicsit.
Igen, gyorsan, mert most ezt elcsesztük. Annyira nem. Na, vakú! Kis villanás. Jaj. Na, várjál. Na, hát én csak a... Jó, hát igen. Annyiszta küld egy jó kis képet arról, hogy ön megvakult szegény. Kitágulnak a pupillái. Az enyhe kifejezés volt. Ja. Na. Most a kevenc jelentem. Na nézzük. Legalábbis azután, miután ráül. Látta az, hogy megszok, hogy bebuggolt. Igen, látta. Visszajött, ami felugrat, mi a szar. Na mindegy. Jó, ez a legkisebb dolog, ami most zavar engem. Na. Hú. Na. Gyere. Igen, tudod. Ja. Jó. Ez legendás. Ez a puska után a második legjobb. Igen. Oké, akkor jön az utolsó. Mi az ott az izé, a sodrófa? Ja, ez nem volt bent az eltébe, hogy esett még a sodrófa. Ja, nem volt. Csak ott pont, hogy a keze esett le. Én nekem úgy maradt meg, hogy a feje, hogy a kéz. Igen, na visszaadom. Oké. Na jó. Ezt a pályát gyűlöl, ami most fog jönni. Te kapod. Aztán én kapom az egy másik legjobbat. Hát... Igen az. Jaj, ezt nem fogom szeretni. Ez a hülye kanna, az baszott fel mindig, hogy mindig elvitte. Oké, Woody megint megjelenik. Ebben amúgy miért nem kezdődik egy animációs film? Hát... Megint a szöges a tű. Várj, ez jön itt. Jaj, ezt elszartam. Nem szartod el, mert pont, hogy jó vagy. Nem, csak én úgy szoktam csinálni, hogy ide felmegyek. Nem mindegy, így is megoldom. Ja, csak a tuk. A madár... Ja, hát ott van még mindig az a papagáj. Még én tukinak tartom, engem nem mindig esít. Hát nem sokáig lesz. Itt nem tudom, mi volt már. Megy föl, csak szóval. Tudom, hát figyelj, simán odaérek. Tehát mondom, ez a szomszéd tök lassú az eredetihez képest. Én így csaltam magamnak kis időt, még hogyha csak összegyűröm a cuccokat, de úgy igazából semmi nem csinálok. Meg az a jó, ez nem számít pranknek, lefelé időhúzásnak, de ezt nem a pontok miatt csinálom. Az első játéknak több tétje volt. Majd gyűjts össze mindent. Vártam, le tudok ide menni, hogyha... Ha ez a hülye elalszik. Felség, megtettem. Te megiszod szépen ezt a kávét, jó kedvel. Hát mit csinál, akkor nem oda kell az. Igen, ide kell egy kulcs. Ez pedig kicsi, mert csak egyszer fog kefézni igazából. Azaz. Fogom ezt a földet. Suzyval nem csinálunk semmit. Ja, várj, de persze azért van itt, mert itt van ez is. Igen. Más nincs. Nem, viszont nem végez... a Suzyval valamelyiket? De a gyomírtó, de azt éppen evitte a kannát. Amúgy nekem az itt feltűnt, hogy itt hiányoznak képek. Ja igen. Levette, azt nem tudom, ide rakta. Is. A mékes, az is nagyon jó, az a poly viszonylag kerül a második részbe is. Hát emlékszel, ott a Mexikóban. Igen, nagyon régen volt már második rész. Nem tudom már sajnos. A második részben mi volt, szóval a második részbe én nagyon ott fogok szívni. De kegyetlen. Én is nagyon szóval szívtam az játékot, tehát... Nem, az a baj, hogy tudod, végén még ugye, amikor játszottunk, akkor tényleg meg volt fejbe. De ez mikor volt már? 10 éve lassan? Több mint 10 éve. És tudti 10 éve volt. Több mint 10 éve. Sőt, még a fejbe is csak az elsőt vittük ki, ugye, amikor ja, kicsikét több alkohol benne nem kellett. Nem, szerintem végigjátszottátok a tesómmal. Igen, az elsőt, de a másodikat nem. Én úgy emlékszem, hogy azt nem, is. Nem, nem, a fejük közben meg izé elámosott hajnal 4-kor, meg én is. Hát, akkor lehet, hogy másnap fejezte be. Másnap. Biztos. Na. Állja. Majd a takarítás lesz a legjobb. Hú, egy katamini szívon, azt hiszem, hogy észre fog venni. Dehogy is. Oké, mi van? A naptej. Igen. Vagy méztej. És akkor még a szögek, vagy szögek. Igen, azok. Na és most nézzük a sót. Kicsit világfődes a... Ah, nem baj, én is így szoktam kávézni. Nekem a kávé jó, többé. Hiányzik az átfestett nagyit, tehát miért lenne átrajzolni?
hagyjad. Látom ott a fürdőszoba ablakon is nagyon szép dolgok vannak. Ja, most tűnt fel, igen. Igen, igen. Na, fogkefe. Gyerünk már a fogkefét. Várjál. Világföldes után kis szahos fogkefe. Klasszik. Oké, kialakadt, rendben. Ahol milyen alacsony a felbontása a képnek? Majd ha megnyílik, akkor nem fog zavarni. Az az anyját szállt, így most a fogad, de megállt a keze. Igen, igen. A hang úgy, hogy ment a... Na mindegy, vannak itt érdekességek. Hát jó, de nem annyira zavaróak. Jó, jó. Vagy Suzy-t kicserélted? Vagy Suzy-val? A Suzy-val megvan már a dolog, nyugi. Mm-hmm. Jó van, na. Meg azt hiszem, akkor lehet kilépni, hogyha a lakat eltűnik a lakásból, de... Az egyébként akkor mehették ki, amikor akartál. Most külön megiszom megint. Csodálom, hogy nem fossa össze magát, ennyi kávétok. Hát igen. Meg de... Na gyerünk. Na mindjárt, hol bújik, ja? Az egyszerűen fújt, hogy megvan rajta, hogy itt fekszik, mert eddigben eltűnt az ágy alatt. Igen. Na most jönnek a legjobb részek. Ez még nem az a rész. Lehet csak, hogy megijedt. Meg azt, hogy eredeti verzió máshogy nézzetek ki a felhők. Na várjunk, most lesz az egyik legjobb. Igen. Igen, akadj ki. És akkor marad hátra. Azt a Suzy-nál lesz még a legjobb arca. Igen. Na, ezt már meg kell várni. Meg azt, hogy eredeti verzióban egy ilyen 20%-os rage pontnak felelt meg, vagy 20 pontnak. 20... Nem, 20-nak. Vagy 25-nek, amikor izé... Valami olyasmi. Én még 25-re emlékszem, na mindegy. Mert Suzy azért sokat dobott. Hát persze. Na, ezt a növényt akkor többet már fogjuk látni. De nem ám. És ha... De hamar átváltott mérgelődésbe, még meg se lepődött. Ja, az első rész, amikor meglepődött, azon szoktam mosolyogni. Igen, hogy így úristen, mi van? Itt már így csak egyben elmegy mérgelődésbe. Ivág. Ja. Várja. Mondjuk azt tetszik, hogy már azt veszek a hiper boldog zene, a sikerzene. Várja. Akkor azt láthatjuk a buddha arca, hogy szépen verve piciben. És akkor melyik volt? Malacka. Most jön a... Ó, a kedvenced. Hát az még odébb lesz, de... Na. Mindjárt meglátjátok, miről beszéltem. Oké, átugorjuk. Jaj. Ja nem, itt még él ez a hülye, Tukán. Tukán még mindig? Itt, ja. Itt azt hiszem ennyi van csak, tehát a szögek vannak ott üres. Akkor ide fölmegyek. Aludjál. Ja, most van az, hogy az egyik... Mert nem fog lejönni, banán. Aludd ki magad. Most hova akarsz jönni? Csak hadd kérdezzem. Van egy kis időm. Várj, a Nitro Glycerin hol van? Várjál. Jól, le kéne jönnöm. Bocs, várjál, mert itt mozgásban... Akkor nézzük meg mégis azt a gyógyszeres dobozt. Szerintem abban lesz. Biztos. Ez a mexikói, ugye majd a papagáj kexbe kell, azt tudom. Akkor tényleg üres, jó. Jó, nem baj. Várjál, akkor mit hagytunk ki? Azt ja, fönn nem voltam még, de... Meg a kettő, meg az a doboz, meg az a zsák, azokat is meg kell nézned. Ja igen, ott van. Amikor alszik majd, akkor itt. Csak igen, de mondjuk ide viszont ki tudsz bújni. Igen, az a szerencse. Oké. Okay. Most megetteti a papagájt. Meg az a vicc, hogy a konzolos verzióban papagáj nincs is, az eredeti Gamecube-os verzióban, meg Xbox-os verzióban. Mert ott az anyukája van, mint riasztó. Mert mibe? A papagájba? Az Xbox-os verzióban. Ja, hogy a papagáj helyett itt az... Nagy, ott alszik, igen. Meg csinálnak ilyen gamer széket is, csak az nem fog neki tetszeni. Érdek az Xbox-os verzió, ezt megnézhetjük videóban, van ilyen kétes végjártas belőle. Majd. Jó. Várjál. Na most! Várj, ne fész fog venni! Mi? Elkezd tefes, nem csinálsz semmit. Mi volt? Aludj már vele, te! Okay. És akkor hülye madár! Nyugi, alszik úgyis. Várj. Ja, meg a kulcsot el kell majd vennem. Akkor mindegy.
Ha lesz rá időd, akkor azt sem veheted. Jó, csak én úgy akarom tényleg, hogy akkor megvoltak. Mennyi csíny? 7. Nem mész fel? Várja. Gyorsan még. Csak itt is halkan kell osonnom. Igen. Ez jól az eredetiben is. Mennyi Woody basszus? Beérsz, beérsz. Balagér. Azt a minél. Na most megijedtem. Mert a kaktusz, hú, na ezt majdnem kihagytam. Na várjunk akkor. Ja, azt hiszem ennyi. Az ágyba a kaktusz, akkor ugye a protkóba a chili. A nitroglicerin kell az olaj, az már 3. A malacot kiengedjük, az 4. 5. Ja, papagáj az 5 lesz. Nem, ja, a banán az akkor 6. Meg a tudod mi a protkó, meg a chili. Ja, ez! De várj, akkor... Ja, már megvan, jó, oké, akkor megvan mindegyik. Most azt kéne nézni. Ja, nekem meg menni kéne. Igen. A francba. Franc üsse ki. Várj, az jó. Prankeld meg, próbál meg. Meg tudom prankelni. Az akkor jó, oké, rakd rá. Amikor alszik, akkor tudod elvenni tőle a kulcsa, meg a szószot beleönteni. Banán. Ez ki is ment. Várj, szögek. Pinz. Használd pinz és az ágyat. Azt elszarták a fordító csapat. Ha nem, még nem oda, ne csinál semmit. Majd bújj el. Ja, mikor majd ugye alszik. Igen. És amíg alszik a szerencsének, eddig lesz időd. Várj, nitroglicerin mibe kell? Ja, a malac tejbe. Igen. Bocs, nekem a chili sauce, most ez a baj, ezt a kettőt így összekevertem hirtelen. Esélyel ez az. Ez kicsit felbaszta. Kicsit. Ja. Na jó. Mindjárt. Még megy aludni. A szögek. Ja, még megszúrja magát. Ja, ott most kell elvennem. Majd mikor alszik. Jó, csak így ugye elvenni, beletenni, lejönni, így azért sok lesz. Meg stealthelni. Fú, hát itt aztán lesz mit csinálnom. Komplex pálya. De jó. És akkor? Az ágy meghagyott egy kicsit. A pot. Hát biztos, hogy egy rúgó volt. És akkor jobb egér gomb. Vigyázz, elfelejtettem, mit kértél tőle. Csak megnézd, hogy mi van. Urak, válasz ki a chilit. Oké. Okay. Jó, itt most nyertem egy kis időt, csak ez a baj, várjál. A keks megy a kekszartóba ott a konyhában. Akkor itt nem is kell. Ja, de a papag... Nem, semmi. Jó, kekszartóba. Na várjunk, ezt megmutatom a nézőknek. Jó, legendás. Várjál. A kaktuszos nem látták szerintem. Szerintem látták, mert annyira... Várjál, na itt az egyik kedvencem. Mi? Miről beszélsz? Miért? Balegér gomb? Most nem értem. Na. Balegér gomb. Az igen. Igen. Akkor kövessük a szomszédot. Várjál. Így. Azám. Na itt mi lesz? Hú, nagyon sárgás a tej. Nem tűnik fel, hogy ott valami nem, nincs rendben? Kirobbanóan lesz. És mi a papagáj? Na az még mi lesz? Igen, pokoli. Na itt már tényleg már jönnek a poénok. Mert az a baj, hogy tényleg, hogy az LTD ugye megáll és így nézd, hogy ez most mi? Ezt hiányolom itt, egy-két jelenetnél. Igen. Boom. Hogy oda egy eldőlt szegény, majdnem oldalra ugrott. Woody meg ott. Tényleg ebben egy olyan animációs sorozat lehetett volna, hogy első részben igen itthon, első évadban, második évadban a világ. El tudtam volna képzelni. Harmadik évad meg a munkahelyén szivatja. Nem tudom. Na. Én a másik nagyon jó poén. Nem a kedvenc. Na. Igen. Igen, és az vicces, hogy a
eredeti Xboxos verzióban ott a mama büfötte volna letűzzel. Tényleg, az mennyire vicces lett volna. Azért majd nézd meg az időt. Ugye, hogy nehogy túllépd azt a... Milyen határ? Nem, semmi időhatár nincsen az OBS-ben, csak annyi, hogy majd utómunkában, ha van valami, akkor kikeverj, de szerintem... De mivel sokat beszélünk, és szerintem nem kell semmit sem úgy igazán kivágni. Várj, miért akkor a VHSD-t irányítunk itt, ez egész egy point and click stratégia játék. Jó, nem tetsz, na szegény malacca, tudjuk mi lett most. Nagy kár érte. Hát igen. Bocs. Meg hogy az erdi verzióban itt volt a malacnak a maradványa, és azok véresek voltak, itt pedig nincs vér. Viszont itt van egy extra prank, ami az eredetiben nem volt. Nem mondd el. Jó, nem fogom elmondani. Azt sejtem, hogy mi lesz, de majd meglátjuk. Még itt, ja, a WC-ben. Meg ez is olyan, hogy itt az alsó rész, hogy védett, erre nem fog bilincs, lejönni. Minek kell a bilincs? Ja, tudom már mihez, igen a... De itt is úgy szedj össze mindent. Jó, ilyen kukát is leakatolja ez a hülye. Tojás, visszaköszön még? Nem, ez ne. Ecet. Óvatosan. Nem lesz időm már. Ja, meg kell a bor. Hiszem az, amit megvan. Mert aztán mindenem megvan, még ott fenn azt felszedem, és itt este kezdtem a prankeket csinálni. Ezt a pályát annyira nem szedem, hogy csinálni, hogy szartom a sorrendet. Tehát ott van egy cucc, és ja, minden más meg trükk. Most egy nagyban enni fogsz. Dagadt. Na ott véves után. Hát az nem is annyira nagy baj. Na mehetsz. Na jó, hol vagy? Na a papagájra leszek kíváncsi, amikor megbúl, de... Na a kutya. Ú, ez jön fel. Majd mindjárt. Talán nem még lesz időm? Nem. Nem lesz időd, az a baj. Majd, hogyha elmegy a kúj is, ezt megcsinálod, nem igen, igen, azt megcsinálod, aztán utána, ahogy mondod, igen. De az, ott az ablak, az ajtó mellett. Amúgy itt van az, amiről beszéltem. Igen, na. Oké, akkor lerohanok szépen. Óvatosan. Úristen. Gyerünk már, Woody. Nem lesz. Oda kell volna leraknom. Nem lesz fáj időd. Menjél ki, menjél ki. Ezt nem így akartam. Mindegy, meg... A második körben ott lesz a szög, szerintem. Én úgy szeretem, amikor minden stimmel. Mindegy, ezt egy elszartam, de nem foglalkozok vele. Nem baj. Mondjuk itt olyan sok felmegy a szomszéd, hogy nem kell figyelni a sorrendet. Jön föl. Várj, Woody mit művelsz? De maradj ott. Nem, talán fel tudj idegelni eléggé. Aha. Mi? Mondani akartam, hogy... Miért nem megy arra? Miért ott tudod a Woody, hogy úgy sem csinál semmit? Szerintem azt a konyhába kéne. Vagy oda a szobába. Inkább a konyha, mert ott van több időd, tudod. Ja. Állom, minden meccsen elsőre, még baszakszok. Nem mindig, hát az jó előbb nekem is elő kellett kezdeni, én is kihagytam a izét. Jaj, az is... ollót. Jaj, tényleg az olló. De mondjuk ahhoz képest az nem volt vészes, a tiedév ellentétben. Na mindegy. Ja. Mondom, ezt a pályát sem szeretem, tehát... A valahányszor ott csinál valamit, az nekem rossz pályát jelent. Na jó, van oké, akkor próbáljuk újra gyorsan. Igazából most már ott is kell mászkálnod szerintem. Kivéve, amíg ugye megnyílik az alsó helység, meg a másik. Akkor lesz az, hogy felszabadulsz. Az lesz majd a jó móka. Még föl tudsz gyors menni. Kurva! Én prankelni akarok. Hogy rölgött a közönség. De ez előbb megállt egy pillanat, mondom most nem hallja, mert akkor ki lehetne játszani. Megcsinált az animációt, hogy éppen dolgozik. Ez most lehetne gyors felosmányítva a csúnyiba. De még segítettem neki ezzel. Jó, leérjen. Jó van, edd már meg. Kapja szívrohamot. Jó van. Nem kéne. Puti! Nem veszi! Futás! Azt hittem meg vagy. Hogy üldöd a futás? Jó, és most gyorsan mindent intézze, amit csak tudsz. Ami most megy zabálni. Amúgy tényleg? De most intézd el. Én csinálom, de Budi, ne legyél felejtős.
De felejtős, nem érted, nem értik ki. Nem, a másikak kattintottál be, mert Woodynak igaza van. Van ide egy kis időd. Menjél le. Papucs, az nem tudom, milyen fog kelni amúgy. Autista. Nem autista. De egyszer estőt, és nem akarom megsérteni az autistákat, mert ugyanis ők genius, meg mehetsz intelligens. Lefele, még nem. Hát a szomszéd az vak, basszus. Hogy gyors, az ecet, meg a többi. Ja igen, látják a nézők, de csináld közben. Most van időm. Hol vagy? Az ecet. Igen. És akkor már csak a papucs. Igen, a papucs. Valahogy berakom húsok közé. Jaj. Jó, ebben mindent megcsináltam. Csak így is el van csesz a sorrend, de legalább hamar végeztem, mint ahogyan azt elképzeltem. Most képest nem cseszted el. Jó. Pont így kellett volna. Az a, hogy puhára is esett, szóval még annyira se vicces ez így. Vékony a szőnyeg. Amúgy az ott mi ott? Az ott egy fotó egy nőről, vagy valami véres vérplazma? Az nő. Én nézem, hogy valami véres hulla. Nem, ott az. Jó, oké. Okay. Ugye meg majd egy fejjel lefelé van szinte. Na mindegy. Na. Kicsit megolgozott a levegőben. Na mindegy. Jó. De az az utolsó pálya, ahol csak a szobája volt. Három szobája, utána jön a nagy bővítés. Na, várjál. Jó, én ott vagyok lent, jó? Aha, ott vagy lent. És akkor fogja a húst. Ami nem is hús. Nem is baj, úgy néz ki, aztán ezzel megérsz is. És az ilyen kúrasága nem történik semmi. Mondjuk azt nem vett a videó, hogy agyonveri a izét, a virágot. De az videó lett véve. Ja, jó, akkor neked nem tűnt fel. Az látszolott. Na jó, itt van a poén. Festőnek ő papus teszik, Isten. Elkezdtek tűnni a darabjai el. Úgy lett ilyen hülye valaki. Hát az legalább a fél papusot megett. Istenem. Az a gond, már fáj az arcom, és ez még csak az első fejedet, a második mi lesz? Várj egy kicsit. Igen, ez volt a második fejedet, mostanában a harmadik fejedet az első játékból. Az igen, igen, a mosógép. Várj. Négy pörtelmes Nem. Most, de így. Itt egyedül az utolsó a jó szerintem. Az a legkönnyebb szerintem ebből a négy közül. Hát akkor készüljünk fel a vémálomra. Ja, ez gyűlölni fogja. Nem, a mosógép, mert ugye itt most szó szerint császka, vagy császka fut. Próbálsz, aminek fel kell kapni itt. Nem, itt WC-be kell mennem, azt sem tudom már. Nem tudom, ja, és itt, ja, igen, és itt van ugye a kutya. Hát a szegény papagáj az meg... Hát sajnos nem teljesítette jól a munkáját, pedig néha szó, hogy jelzett, csak... Ja, ez ott üres. De legalább ide nem fog jönni. Ja, amúgy a mosószer az fel lehet szedni. Tudom, hol, mi? Hát a konyhában mosószer. Jó, mindjárt, hát... Okay. Jaj, a kutya. Nem tudom, én úgy becéztem, hogy Spike. Valószínűleg a piros nyakeve miatt. Nem baj. Mit kell? A közé... A kábel. Ja tényleg. Jó, elfelejtettem már mosás miatt. Ugye nem jössz föl? Hát feljön, csak nem erre a szintre, vagy nem... Én mindent összedek inkább, mert... Ja, és itt a halas, ami nagyon figyelnem kell. Meg a madár eleddel ott a cuccnál. Itt. Aha. Cuccnál, kutyánál. Ja, meg kell majd. Ezt is majd meg kell. Ott van a fióban. Annyi mindent kell csinálni hirtelennyébe. Na jó, akkor... Akkor nem szerepel a... Ja, de... Igen, és most lejössz. Már mikor bemegy az akváriumhoz, akkor elbújsz. Tudom. Itt olyan sok mindent... Itt olyan sok mindent kell hirtelennyébe csinálnom. Uh-huh.
mennyi Woody, mennyi tipli. És itt fönt lesz mindjárt jó tevékenységem. Még ezt is majd le kell hajtanom. Igen, de miért lerakta minden csapdát. Ja. Meg itt azt hiszem úgy van, hogy akkor kell lerakni, akkor le kell azt a szar lehajtani, amikor már a madár lerakta rottanál a résznél. Jó. Fú, itt kurva sok minden lesz. Na várj, itt. Ja, itt nem is voltam. Akkor vissza. Majd összegyűjtöm mindent. Várj, benézsz a fiókba? Mindjárt. Nem, az a mosószemek. A lapát. Meg a dolgozszobában a fiók. Jó, tudom, de ne mondjad, mert... Azért indultam meg amúgy, csak nem tudom, hogy... Amúgy ott nem volt szintes. Ja, semmi, de mindegy. És ezt ne felejtsem el, mert ezt már párszor kihagytam. Igen, a kés. Mennyi Woody. És akkor le kell még mennem. Sőt, lehet úgy fogom csinálni, hogy lentől kezdem. Mm. Ez a baj, hogy úgy kell a mosás össze, hogy ugye itt megcsinálod. Kiterelgetés. Adi, nem is van szekrénybe? Amúgy ilyen kitereget. Álva lehet majd álledet, meg kéne csinálnom. Nem tudom. Inkább megvárom. Ez így hosszú lesz nagyon, és a következő 10 csíny, ami neked egy kínszenvedés lesz. Azt szerintem az egy jó 20 perces. Hát biztos vagyok benne, tehát én... Az tényleg az. Én nem szeretem, amikor minden szava kinyik, annyira a komplex. De ez a lényeg. Az első, tudod, annyira azokon egy idő után meg annyi unalmas az elsőben, majd ne kell csinálni, az első egy-két pálya még oké, utána meg unalmas, hogy tojás a mikróba. Aha, ki. És akkor ezt elfelünk le a pincébe. Tudom, mit jelent a pincében? Egy nagy boros hordót. Mint az amnéziából. Ja. Ó, azok is a végig szép idő. Jó, ezt azt kell, hogy végigjátszunk egyszer. Végigjátszod az izét a... Veled? Vagy mi? Ja, hogy pályán kell menjünk ott is. Megbeszéltük, a jó. Majd valamikor. Várjál, most kell gyorsan. A bor! Az kimaradt ott az alsó polcon. De jó, csak ez meg lejön, akkor végem van. Jó. Jó, akkor gyorsan, mi kell? A bor, megy a... Igen. Mosógép. El fogom baszni, mert nem lesz rá időm. Igen, ezek mik? Konnektorra dug be. Hú, már jön le. Lesz időd. Meg az izé, a centrifuga. Nem, azzal már nincs időm. Jó, akkor menjünk fel. Erre nem jön fel, amit abba a szobába. Meg tud csinálni akkor azt a földet. Melyik szobába? A föld, tudod ott ki... Az ásóval, vagy lapát. Meg a porszívó. Igen. Mindjárt csak nem akarom, hogy lemaradjanak a nézők elhől. Jaj. Itt lent figyeljétek. Igen. Már vissza kell szólni a szőnyegen, a szart. A földet, nem azt, a földet. Hú, igen, ez ennyi komplex. Mit csinálsz, Woody? Hova mész? Na mindegy, feltartja. Ja, közben. kicsit piros lett. Piros alsógatya. Jó, nem baj. Mennyi? A hal edd el oda az izébe. Vagy a dopingszer. Ez nem dopingszer, hanem ja, nem. Egy mosókapszula. Jaj. Meg a guruló. Milyen guruló? Tudom, még a golyók. Színes golyók. Ó, feltartotta a porszívó. Tudom, csak hogyha... Ja, és már a virágföld is. Várj, ezzel mit kell? Az megy a szentimikába. És ez... Ja, madár, akkor... Mivel lerakta a ruhákat. Ja, meg akkor itt még ezt kell megcsinálnom. Miután elment a ruhák, mindegy érted. Jó, ezt most kicsit elcsesztem én is, de ez a baj, hogy igen, nagyon komplex az egész. Igen. És most csak visszamegy, hogy itt úgy sincsen dolga. Nem, az a baj, hogy el nem maradt időm, pedig ez lett volna nagyon jó. Azért, mert én szóltam, hogy az izét a bortra. Nem, az a baj, hogy közben elindult lefelé, az azon paráztam, ugye, hogy hamar el, ott elfejlettem, hogy az ajtó nyitás az minimum 5 másodperc. Nálam ott a papucs, mint utolagos trükk, nálam pedig a centrifuga. Igen. Na, most mindjárt jövök én. Kiteszi, lehajtom, kimegy, madárhoz. Meg is van innent, hogy lesz. Na, cappoljál már, szomszéd, nagyon lassú vagy, az a baj. Mekkora házad van neked, te? Jézus. Gyere, tedd le, ez az, tedd le. Még nem, majd akkor kell, miután
összeszarozták a madarak, és bemegy és mérgelődik. Akkor kellett ennem, pedig most. Oké? Okay. Na várja, most, mindjárt. Gyere. Menjél már! Indulj! Még, ne, azon egyszer semmi mondom még. Bújj el, igen. Azon ezt meg kell válnom. Ja. Hát ez hosszú lesz így, de nem baj. Addig nézzük, mit csinál a halakkal. Ja igen, de amikor a doping szer lesz a majd a legjobb. Kis mosószer. Jó, buborékból, buborék miatt megy el. Meg úgy imádom, hogy kimegy bármi az ablakon, de nem látszik, hogy hová repül, vagy hová megy. Nem baj ez. Na jó. Oké, még nincsen baj. Nagyon jók ezek a ruhákon. Most? Majd? 3, 2, 1! Ja, igen. Akkor le a centrifugába. Fuck! Nem baj, új is észre fogja venni az izét. Ruhát. Igen. Nézzük fel akkor addig. Áááá! Na ez jó! Ott hagyta, te köcsög! Na ez tetszett. Ez nem tudta, hogy ennyire le van a kutyáért. És most komolyan ott, és milyen nyugodtan vissza. És várja, és akkor végén felgyulladna a szósz. Ja, bocs. Csak... De, így marad. És várja, és akkor szépen vissza, hogy... minek hagyta ennyi ideig itt. Jaj. Ez most tényleg az ő hibája. Jaj, végül. Jaj, mindegy. Jó, oké, pakold el. Oké, aztán megint néma csend. Teljesen lenyugodt. Nem baj, mindjárt nem fog. Akkor majd szétesik neki a kurva mosógép. Oké. Vagy a centrifuga. Na igen, ez be, igen. Ez itt... Ezen látszott a bug. Ezen nagyon. Igen. Ja, nem mondom, ez a Definitive Editionnek a színvonal érfe, annál azért jobb ez. Jaj, végeztünk. Na, lesz most a leghosszabb. 10. 10 darab. 10 prank. Talán itt van a legtöbb prank a játékban. Majd hol vagy? Hol vagyok? Helyebb ott. Ez. A 10, igen. Ez gyűlölni fogod. Na mindegy, szóval... Nem, az könnyű, ezt még a vadászos lenne a legjobb nekem. Na. Mi az? Jó, az a Photoshop tényleg, ez kurva jó. Ez tetszik. Ez eddigben nem is volt zseniális, benne. Ez zseniális, de na viszont mennyi. Megyek rá. Na. Oké, rugó. Ez a rugós visszatér a kettőben. Igen, az megvan, hogy hol. Ja, kétszer is. Vagy háromszor van ebben a játékban. Nem, négyszer van ebben a remasterben a rugós trükk. Kétszer itt. Háromszor az izében a kettőben. Na, jó, letudtam. Itt van a doppingszer, a kedvenced. Na itt mit fog kapni a szomszéd? Vigyázz a kutya. Spike Lee. Inkább ne. Zsinór, vagy az a... Zsinór. Fogsejem. Fogsejem vagy. A nagy darat pocolodat basszus emel. Mi? Ne oda menj. Ne oda menj. Ja, mert tényleg túlmixol egyet. Hát a turmix, vagy dopingszer turmix, vagy mit iszik? De nem az nekem. Milyen szánalmas, hát nézd már. Kösd meg. Kösd már meg, most alul elkezdhetem. Nem fogom összekötni, mert az utolsó pranknek akarom. Meg a tetőn is vannak azt hiszem lootok. Például az a fűrész. Legalább itt nem, legalább nincs Spike a legrosszabb helyen. Ja. Ja, most megy le az izéhoz a... Igen, a húzigálóhoz. Jó van, meg amúgy tetszik, hogy van rendes tető. Azt akar megnézni. Azt hiszem az a fiók, ő az üres. Akkor... A könyv, nem? Hát a könyv az ott van nálam. Ne menj, ide át. Ide nem tudsz kattintani? De tudok kattintani, csak nem tudom a könyvet. A fűvész van. Ja. Dopping. Megy ez neked? Hát mi az, hogy nem? És akkor most... Várj, még a gép? Igen, és akkor még belefér még... Szobabicaj. Ezt amúgy egyszer kifelejtettem, talán még videóban is felvettem. A görkori, vagy görkorcsolja. Görkori. De óvatosan. Döbbi meg úgy jelentve kell. Hát te most kurva jól megcsinálod. Mehetsz is.
De most lesz időm. Ja. Mennyi? Mivel visszajön a szomszéd, már van showtime lesz. Épp, hogy ez nem... Ez most meg vagyok lepődve. Neked kurva jó megy. Szóval lehet majd a következő, én annyit fogsz... Stresszelni? Nem, szerencsétlenkedni. Igen. Ah, itt van, igen, igen, nyújtószalag. És akkor menj föl. Már úgy értem be a szekvénybe, az showtime. Na, doppingszel vagyok, én nagyon kíváncsi majd. Még arra nincs idő. Tudom. Vagy mégis? Jaj, nem. Időszár rá, ez az, tökes időzítés. Na, nézzük. A nagy vadászott. A Moby Dick. Jaj, nem hallod, a Blue Lobster kéne már csak oda. Ja, igen, tűrűrűrű. Azaz. Legjobb mém. Na jó. Jaj. Jaj, te szent Isten. Ja, ez is nagyon mit jó fog, lesz. Mit fog ez kapni? Ja, igen, a csomózó jóga. És benne is vannak az öndesen. És ott meghalt. Ez legendás ez a játék. Ja. Akkor megint így sokáig csend lesz. Jaj, ne jobb fog jönni a trambulin. Ne, abba, ebben a játékban... Nem mondok semmit. Igen. Én adnám, hogy ez így marad a következő pályán is. Nagyon nagy lenne. Jaj, ne! De nagyon mert, hogy amúgy szerintem, hogy ott ugrált azon, az sokkal viccesebb, mint amikor belent a fejébe. Olyan szánalmas, tehát de más olyan ugrált. De le akartam, hogy nyomni a hugot. Igen, igen. Így hajolgatott, de ilyen mosolygott. De látom, hogy így orgott, olyan gyorsítva. Jaj, ne ez is jó lesz. Igen. Jaj, fáj az arca, aztán még a fele van csak. És oda a székbe így, a gerincem. Az arcom, oh. Ez egy jó slapstick humor. Közben így videózom a seggét. De vagy, várj, várj. Mindegy. Várj, mondjuk tudod, én adtam volna, hogyha valami be lehetett volna keverni a Turmixba. Várjál. A kutyát nézd. Mi volt ez? Inkább visszaalszom. Jaj. Jó. Kis futás. Jó, kis futás, igen, kocogás. Jaj, az arca nagyon fáj tényleg. Igen, és az a baj, hogy a külön videóba vigyük ki a második rész, hogy tartsunk egy szünetet. Külön, jó, külön, jó. Tartsunk egy szünetet, mert ehhez kelleni fog. Igen. Legalább akkor lesz időm megvágni a videót, ha kell, bármit is kivágnom ebből. Kit? Hát az a része, amiben nem beszélünk. Az én oldalmú nagyon... sok lesz. Nem hinném amúgy. Tehát összesen kettőnök hosszabb, nem beszéltünk. Jaaa... Milyen mégesen ott feküdt a földön. De az a kép! Amúgy az a legjobb az rész az egészben. Várj, hogy is hívtad ezt a hizét? Fotorealisztikus... Nem, a szomszéd, hogy hívtad? Rottweiler, az a hivatalos neve. Arnold Rottweiler. Ja. Mondjuk valami Árni volt a Pokoly Szomszédok 5-ben a szomszéd neve, valami Árni. Az 5 annyira nem rossz, igaz, hogy nem hivatalos folytatás, az se, de az még játszható. A többi annyira nem. Majd lehet, ám hogy azon is el kell gondolkodni. Na ez is jó lesz. Emeld meg szomszéd? Igen. 1, 2, uff. És még egy aztán visszamaradt. Igen, még egy van vissza. Ja. Majd nem tudom, hogy javítja meg ezt. Ugye ez furcsában minden meg tud javítani. Te valami ezermester ez? Titokban? Nem tudom. Nem úgy néz, mint az lenne. Na mindegy. Na most lesz az utolsó. Azt a kurva, azt a Goldiuszi csomót. Ha? Jó. Azt mindjárt kijön, tudod, Budi? Így, tudod, az eddig így kijött volna, és így hello. Aha. Csak tudom, hogy nem fordul a kamera felé a Rottweiler, csak egy oda bám, hogy mű. Ó, Istenem, na, ez remek időzítés. Ne, az ide, hagyjad. Okay, jaj, a diktátor. Ja, igen, az is jó lesz. Várja, hol volt? Várj, ez volt. Ezermester, igen. Na, ez jó lesz nekem. Nem, ez nekem jó lesz. Kéz és lábtörés, én ezt gyűltem a legjobban. Köszönöm. Jaj, ne, tudom már mi. A konnektor. Na most itt tényleg... Azt hiszem, hogy a
Ja, de hiszen itt is jó jelenet lesz, majd meglátjátok. A fürdőszoba azt hiszem üres. Várj egy kicsit. Oké. Okay. Itt azért lesz egy-két dolog szerintem. Igen, meg kell keresni a csalkus, ahol ott van a szem előtt. Itt nem tudom, itt mi lesz, flex azt hiszem? De, nem, mondom, ott van, ott középen. Aha, az. Igen. Ja, a nem csak az francia kulcs, nem mindegy. Francia kulcs, igen. Elnézést, az... jó most. Jaj, ez meg jön ide! Jó, hát a tetőről jön, szóval be tudsz menni a konyhába. Inkább azt mondom, menj a konyhába inkább. Ott úgy is van egy szemetes zsák. Na, ezt nézd meg még gyors. Mennyi. Na itt mire én itt mindent összegyűjtök, az halál lesz. Na, megint kutatsz. Mit miként? Korrektor. Ja, tudom. Mert itt megint megbaszta az álhom szegény szomszédot. Mindenféle szerint van egy olyan ittem, ami folyton... Viszont itt nagyon idegesítő a kutya. Igen, szar helyen van. Jó, a flexet is ki kell cserélni. Azt nem tudok kics- elérni, hanem itt van valami? Semmi. Vár, igen, a francia kutya szét tudod cseszni a létrát. Jó, csak azt nem most kell, tudod. Vagy hát... Megpróbálhatod. Nem csak itt a showhandet kultam el sokszor. Itt nincs sok prank amúgy, mondjuk... Mennyi már! A golyókat szétszórnám még a helyedbe. Az nem az. Jó. Jó, csak ez meg jön ide föl. Ja, meg a flex. A flex, azt meg tudod csinálni. Mennyi már! Várj, még lemegy a pincébe, van időm kicserélni a könyvet, vagy leírást. Ja. Vedd el a könyvet. Ne? Mi volt ez? De mi? Ezt nem értem. Hát oda nyomtál. Nem. De nem értem. De vissza fog menni szerintem oda. Tehát ide nem jön be a konyhába. Csak akkor, amikor menni a radiátort. De nem, meg tényleg... Ezt nem értem. Majd visszafekszik, igen. Hogyha elalszik, aztán jobb elgombozol megint. Azt nem tudom, hogy is nem venné észre. Mert hogy pár pixel olébb nyúltál és azt hitte, hogy a platform akarsz, amit lerakni. Nem tudom. Pedig ide kattintottam. Ja, most van időnk. Mi? Na azért. Hát kezdtem már meghallgódni, vált Woody. Szerintem van a csúszta a pixel, és azt hiszi, hogy a lehet, akarod. Lehet. Na itt lesz az, hogy ez kell... Várj, ez milyen? Az, hogy helyettesítse azt a cuccotot. Ja. Azt mondja, hogy kihúz, és te ezt bedugod, miután elment. És ő meg tud csinálni ezt a részét. Igen. Gyorsan, Woody. Ne szalakodj. Meg van az a betekert dolog, azt majd... Nem, előtte a széket szednem. Puszta kézzel ezt itt. Igen. Ó, lemaradtak a poénó. Ja, ki kell nyitnom a vizet. Ja, csak ennél az üveggolyó, bocs. Ez az üveggolyó. Igen. Most nézz fel, szerintem. Összeszedni, igen. Pörög. Várjál, showtime. Oké, okay, akkor gyorsan le. Hol a víz? Víz kín van már, konnektorba. Ja, itt is jó. Ezt nem kell? Ja, nem. Majd, hogy minden felment esetleg akkor. Megraszt az áram. Ja, itt nem kell gondolom semmit csinálni. Nem, az majd... Akkor showtime. Így a kezem. Ó, a malac is kikerült, most tűnt csak föl. Hát, nem tudom, az előttiben nem volt ott a malac. Szerintem ott volt. Nem volt, ott azt néztem. Ott nem volt, meg a hal se. Ja, a hal az tényleg ott van már. Vagy a hal, nem, a hal, na mindegy. Jó. A hal ez eltűnt, na. De mondjuk az eltűnt abba egy vendes izét kell betekelni, egy vendes fejet. Mm. Nem egy game kapcsot. Itt az opcióra jutottak. Nem baj, ez is jó. Csak kevésbé látványos. Ú, a szomszéd izé... Milyen lenyugszik. Na! Most ez egyik nagyon jó jelenet. Erről lesz, mint ott a halás soron. Igen. De ez nem mai napig, de az a mai napig még mindig tisztánatlan, hogy az alkatrész, pillanat, hogy az. Hát nem, az egész egyben van. Ja, mindegy. Ja, flex, ez is nagyon jó lesz. Mindjárt meghallgatjátok.
miről beszélek. Ez elég sötét, ha belegondolsz. Tehát a Woody konkrétan megölt valakit. Úgy valakiket. Hát igen. Tehát itt Rothwell nem tudom hibáztatni. Csak hogyha így tudná, hogy a Woody volt, akkor mekkora nagy pert tudna ebből csinálni a Rothweiler? Hogy ide gondolsz a Rothweiler? Ezért nem kész a harmadik rész, mert egyszerűen feljelentett a másik rész eseményei után. Dehogy is. Jajjaj. Na várj! A víz. Tudod, a víz az nincsen beállítva. És az ez lenne. Melyik víz? Ja! Igen, igen, ez itt, ez majd itt meg... Ezt majd itt megcsapatod, ja, mikor majd ja, mikor... felmegy. Csak gondolom, hogy sírnek kell, mert tudod miért? Mert a radiátornál vissza fog rohanni ide. Na... Igen, fordítva, igen. Nem, jó. Nem, pont, hogy jó. Nem, a víz, nem a gáz a piros, a szürke a víz. Azt mondod, el kell fordítanod. Most! Nyisd ki, igen, igen. Szomszéd nem vett észre. Vissza, vissza, fel! Azaz, jó, megoldottad. Basz, na. Igen, így kell. Még egy csíny vissza van. Hát azt mondom, nézd azt a vízet ott. Ja! Vagy csövet. És akkor ide sprinttel. Jó, akkor mehet a kamera vissza. Én nekem sokszor kell durva csampán, mert nem értettem, mi volt a baj. Mert annyira nehezén szeret venni azt a csövet, hogy ott dagad. Nem csak az, hogy dagad. Nem, én észrevettem, csak most nem tudtam, hogy most ugye... Ha kinyitom, akkor egyből zálljam, és fussak vissza. Mert ugye, ez ilyen... Van, ez a legnagyobb értékű poén, azt hiszem, ebben a pályában. Kis hideg zuhany. Az! És még foly. Még egy forró, semmit, jó az animáció. Nem, csak egy kicsit úgy nézzük ki, hogy járt Rothweiler mögött a víz, de nem. Csak így... Az a papucsára! Jaj, visszaadom. És azt hiszem... Ez az utolsó pálya ebben a videóban. Aj. Utolsó videóban. Viszont a legjobb, amit én akartam magamnak. Hát... Nem, az utolsó előtti. De nem, ez a második játék. Ja. Jaj. Ez lenne pedig a legjobb. És ott a puska. Az a baj, én ezt elvinném magam, mert amúgy kurva jól néz ki. Nem csak te. Na jól van, this is my boomstick. Ó, az is. És igen, itt a sípok is két külön helyen vannak. Mi az? A fonográf, akkor a kutya fönt, a töltény, majd itt, ja még ide is föl kell menned. Itt annyira nem nehéz amúgy szerintem, ez olyasmi, mint a... Nem az, hogy összegyűjtesz mindent, és el kell sorjába lehelyezni. Viszont újra ott vannak a halak, ami meglepő. A síp? Ezt ne felejtsd el. Nem, azt nem tudom felkapni, azzal hívom le a kutyát. Egér? Itt van bármi is? Szerintem igen. Igen, itt ilyen a mini játék, tehát nem volt mini játék itt. És itt mi a lény? Hát az egeret tudod, majd be kell rakni az érm... Milyen érmés a kitűző dobozba? Ja igen. Csak olyan töltények kellenek, meg fönt a... Nem is tudom még mi. Jó, az még várja. Várj, de benéztem én? Szerintem itt volt a ragasztó. És akkor szólni fogom, metál. Ne. Jó. Csinál normális. Gentos, hol fog menni? A shotgunhoz, vagy pedig megnézi a trombitát? Ó, lejön dumozni. Téged akkor vigyázzál! Na, de jó lesz az. Na itt föl, óvatosan. Kutya miatt. Óvatosan itt. Miért kell játszani az alvást? Kis lőpor. Megolkó ki az elkérve.
oda amúgy kutya fog jönni. Ott üres, igaz? Nem. Menjél ki. Már van időm. Hát mi ez főtappó, basszus. Hát azt utolsó dolog, hogy csinálj ebben a pályban a trombita. Be akar az ember, beszakar az ember dobhártyája, hát igen. Most már mindegy. Nem tudom utána hova fog menni trombitát fújni. Szerintem nem, miután megtisztította talán serlegeket. Ja. Kifolynak a szemei, látod? Mi a rák? Azt a... Aj! Jézusom, ez egy túlélő horror. Csak ez a része. A Chris Walker erről menekülsz. Amúgy igen. Nem baj. Kújva. Kújra? Mondom újva. Jaj, jó. Jaj, te süket vagy. Igen. Ez a doboz viszont üres, azt tudom. Melyik dob vagy mi? Az ott. Az a karton doboz. Jó, az egér. Mit csinálsz, Woody? Ne engem néz, hanem az egeret. Kuka. Milyen menő lehet kukázni ebben a játékban? Jaj, ne. Siess már, siess már! A kábel. Na, bekapcsolja ez a védője. Olyan nyelmetőleg, hogy az édesanyja az még él, és... Hát, mindegy, annyi mondok, elszart az életét, kopaszodik. Nem tudom, piál, na. Ja. Itt semmi nem tudok keresni. Parfadó bedughatom, de várj, hogyha bedugom parfadó dugod, az nem jelenthet pranket még. Mert úgy se süti el. Hát, de oda kellnek a történjek. Tudom, csak hogyha bedugom parfadó dugod, akkor nem fog semmi se történni. Hát, nem tudom, inkább ne. Biztonság. Igen, hát az előbb is ugye mondtam, hogy bújjál lesz időd, aztán mégse. Na jó, várj, itt volt bármi is? Aha, az él még, a lők volt. Azt hiszem, hogy az lő hol volt, vagy mit tudom én. Még van idő, de most elkül tudod szedni. A Luffy. Vagy inkább bújja. Várj, itt hát. De bújja, mert jön föl. Várj, talán még van időm. Mivel? Hogy ide elmenjek. Várj, nem ez kell. És már kezded? Aha. Hát nem ez kell, hanem ez. Nem, hanem ez. Mit? Félre kattintottam. Nem baj. Puska. Gyerünk már. És a lőpor, várj, még a lőpor. A lőpor nem oda kell. Sőjétes, na. Mehetsz ki. Jaj, több dolog nem kell. Kínált ragasztó. Ja, a ragasztó az, meg a patkány oda kell. Tudom, meg majd ugye föntre majd, hogyha bekapcsolja. Ó, ne! Jó, ennyi. Ja, a Luffy meg ide megy. De nem akarod azt... Nem, mert csak akartam, hogy a kinyitva van, és csak ő tudja kinyitni. Azt mondom, hogy mindjárt nyitja ki. Az akar itt maradni, hogy belesipoljak. Tudom. Ja. Várj, nem, vissza fog jönni ez a gyökér. De nem vetted föl, amit... Mindegy, de nem tudom felvenni, ja, csak... Ja, csak bocs, jó, már... Mindegy, ezt én sem értem amúgy, tehát egy verzióban nem tudom, hogy ez így volt-e. Ki az, aki kettő kutya sípot tart nem magánál? Nem tettem még buff, zét. Én elkezdtem a prankeket csinálni. Mehet. Na jól van. Ezt jobban lehakítod. Aha. Gyerünk már. Mikor fogja már megcsinálni? Szerintem most fogsz zenélni. Azám. Most kell majd villám gyorsnak lenned. Igen.
nem tudom utána még mit fog csinálni. Kinyitja a fonográfot, és aztán akkor fogom intézni a többit. Csak nem tudom utána hova megy. De kurva gyorsan. Jó, és akkor mi még? Akkor jön a szeg. Hogy jobb legyen a hang. Ennyi. És akkor már csak három trükk van vissza. Nem tudom, kölyök, én azon szórakoztam, mindig fordulóan szólítottam a sípot. Aztán akkor mindig ugatott a kutya, még akkor sem, amikor szégyelte magát csak a zsugat. Jó, és vicces időhúzás volt. Na, ez jó lesz. Az a nagy szög, az nem tűnik vissza. És hogy zenélnék pár menőnek tűnni. És így bevágni tudod a... Kicsit megállt a szíve. Hát kicsit. Nem tudom, mit tragálna, hogyha a pofába robbanna egy szivar. Vagy pipa. Már volt, mikor szólalkoztak azzal. Uff. Az egy kedvencem most fog inni. Óvatosan. Most van időm úgyis. Ja, ez még nyugodtan mehet tovább. És akkor még az egér. Igen. Meg nem is tudom, még a Luffy kell. A Luffy, igen. Bővel van idő. Hát... Magunk az ágyba, az jó éjszakát. Jó, és vissza. Még kicsit sajnálom, mikor így megsokolt, ezért nem lennék a helyében. Jaj, ne, a kedvencünk fog jönni. Igen. Na. Három, kettő, egy. Boom! Igen. De kínos lehet ez neki. De miért húz meg a ravaszt? Ki tudja, mi van egy tölt, de mindig megnézném a helyébe. Hát jó, de hogyha egy idő után mindig megtöltve, mindig úgy teszed, hogy tölt, hogy nincs megtöltve, akkor tudod, hogy hozzászoksz, hogy nincs megtöltve, meg hogyha főleg nincs, nem járkál át semmilyen szomszéd, csak azért megszivasson. Ja, igen, értem, most, értem. Na jó, oké, akkor utolsó prank ebből a videóból. Vagy de is utolsó prank, ez még... Utolsó három. Igen, három. Nagyon jó. Most éppen mozog valami ott. Igen. Na várja. Mekkora? Az patkány már... Na, ez hirtelen jött, de nagyon jó volt. Meg ilyen epilepszia veszélyek abban, hogy kétszer nem mozott ugyanúgy. Na mindegy. Azért eddig semmi sem öregedett. Semmi. Na, ez is nagyon jó lesz. Ha? Úri meg ott alszik. Ja. És beálltam, hogy kinyitott az ablakon. Vaj. Oké. Akkor itt egy szünet. Igen. Jól van. Oké. Jó, srácok, akkor ez a pokoli szomszédok, úristen, 1 óra 40 perc volt ez nagyjából. Következő, vajon mennyi lehet? Nem tudom, de jó, majd folytatjuk, addig is sziasztok. Sziasztok.